2016-tól folyamatosan vette át a katasztrófavédelem az égés termék elvezetők időszakos ellenőrzését. 2021-ben már közel 3,5 millió eszköz kellett felülvizsgálniuk, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is volt dolguk a kéményseprőknek. Várhatóan 2025-re a lakossági szektorban az ország valamennyi településén a katasztrófavédelem veszi át a kéményseprőipari feladatokat. Fontos tudni azonban, hogy más az eljárás menete családi és más társas házak esetében. Az egylakásos vagy jellemzően családi ház vonatkozásában az ott élőnek kell a kéményseprőket fölkeresni. Ez történhet írásban, telefonon, online módon, de akár személyesen is, és egyeztetni egy időpontot a kémény felülvizsgálattal kapcsolatban. Társas házak vonatkozásában a kéményseprőipari szerv sormunkában végzi a kémények ellenőrzését, és erről írásos tájékoztatást, rendszerint ugye kifüggesztett módon tájékoztatást nyújt az ott élőknek, tehát ott semmiféle teendő nincs, és nagyon fontos leszögezni, hogy ez a szolgáltatás ingyenes, természetes személyek számára. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a legleterheltebbek és többet kell várni az ellenőrzésre. Tavaly a lakossági ügyfelek 30%-a szeptemberben foglalt időpontot. Pedig a kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kémény ellenőrzést. Hogy megelőzzük a bajt, ajánlott szénmonoxid mérőt is elhelyezni a lakásban. Nagyon fontos elmondani, hogy ez egy kiegészítő biztonsági berendezés, egy fontos eleme a biztonságnak, de ahhoz, hogy teljes biztonságban legyünk, akkor a tüzelőfűtő berendezéseinket kályhától kezdve konvektoron át kazánokig valamennyi szükséges időközönként szakemberrel felülvizsgáltatni. Minden esetben az említett kéményseprőipari ellenőrzést is célszerű végrehajtani, illetve meg kell győződni, hogy adott esetben megfelelő-e a levegő utánpótlása az adott helyiségnek. Ha a gázzal fűtünk, a kéményt 2 évente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szénmonoxid mérgezésekhez is vezethetnek.